Üdvözlök mindenkit, Dávid vagyok, és ez itt a vasárnapi Atyalá 115. része, amelyben hát múltkor játszottam a megbolondulás keretein belül a Super Yoshi World-el, és hát az elég furcsa visszhangok miatt úgy döntöttem, hogy akkor most akkor az Atyhalál keretein belül legyen ez a Máriós fengémek átkutatása. Összegyűjtöttem egy párat megint, megnézzük, hogy milyen lesz. Itt vannak a többiek is, egész pontosan ketten, akik hát valószínűleg már égnek a vágytól, hogy láthassák ezeket a csodálatos játékokat. Milyen 92 és The Ghost Rider? Nem, de itt vagyunk egyébként, de nem. Kis túlzás azt állítani, hogy égünk a vágytól, de nem úgy kiderül. Ja, inkább még a pofám, hogy ilyeneket kell néznem. Na, na jó, nem, vicceltem. Mondjatok egy számot 1 és 16 között, hogy kezdjünk így ezzel. 13-as. Mind ketten egyet? Ja, majd te is mondj egyet, aztán akkor megnézzük azt is. Így a 11-es, mindig kihagyjuk. Jó van, akkor az első játék a listán a Super Mario X lesz, ami mindjárt látható. Azaz. Annyit kell tudni a játékról, hogy ezek mind ilyen nagyon pici felbontások, tehát nézzétek meg, ilyen nagy az egér. Szóval, tehát... Édes Isten. Az összes játékról ezt el lehet mondani, hogy ilyen picike. De bunkós volt az, mint olyan. Igen. Tehát ezek ilyen nagyon picikék. Super Mario X. Itt mutatja azt, hogy mennyit játszottam az adott játékokkal, hát játékosokkal. Természetesen nem csak így nagyon keveset. Lehet választani Mario-t, Luigi-t, Toad-ot és Yoshi-t. Háttérben pedig a Super Smash Bros-nak a karakterválasztó képernyőjének a zenéje szól. Csodálatos. Ja, meg be kéne állítanom a hangerőt, mert ő... Igaz, hogy a MIDI le van halkítva, de attól a hangok még nagyon hangosak, úgyhogy azt is bele kell vennem. Mindjárt legyen Mario első körben. És már kisbaszta a fülemet az ugrás hangja, úgyhogy le is vettem. Hát, ez egy Super Mario World klón, bár mondjuk Super Mario 1-es kérdőjellel, amiben beleragadtam. Fantasztikus indítás. Ez remek. Na, csak kiszaladultam. Ó, oh, Banzaiville. Idő nincsen, itt nincs idő, nincs idő van. Ott mind megy már jó a semmi jár? Fantasztikus. Végtelen idő van. Már jó, ott a semmi megy. Vagy ment. Most már nem. Most már jó. Ura. Ura ez a játék. Igen. Nem lehet felugrani, nem lehet átugrani. Aha. Nagyon jó. Jó. Ha még egy kérdője. Pénzérme. Még egy power-upot nem kaptam. A Dino. Amit egy... Ötse, Dino. Amit egy ugrással tudok megölni kettő helyett. Azok nagyon szép levágások ott. Fantasztikus grafika. Super grafika. Az. Igen, most a MIDI-t újraindított, és ezért a játék egy fél pillanatra megakadt. Ilyen nagyon átlagos, közepes minőségű Mario-s játék, amiben meg is haltam. Nagyon furcsa ez a irányítás a shift-tel. Ja, ott itt nem power-up-os rendszer van egyébként, hanem szíveckés megoldás. Lehet látni a jobb felső sarokban, hogy mennyi életem van még. Szívecske. Igen. Tehát még van, ha jól számolom, 7 szíveckém. Sem Zelda referencia ez. Furcsa is lenne, ha így működnének a dolgok. Nagyszerű midi zene.
Hát nem igaz, nem ugrik. Miért nem ugrasz? Könyörgöm. Miért ilyen szar? Mert szar. Egy szart kapt te. Nem kakaót. Miért ilyen szar? Miért ilyen szar? Elég szar. De tényleg ez ilyen nagyon plain, nagyon egyszerű játék. Na, még nincs benne semmi egyedi. Azon kívül, hogy a szíveckék vannak a power-upok helyett. Hm. Végre tovább jutottam. Vagy. Az. Vagy, megint egy Buzzer Bill. Aha, azt a... Jóval, fölvettem, de hát... Ugye, végem van. Jön egy hatalmas goal felirat. Tehát ezt a Super Mario World 2-ből vették, tehát fantasztikus, hogy hogy összekeverik a dolgokat. És ugye átjött... Második pálya, hát hirtelen Super Mario World 2-be kerülünk. A Special World-nek a midis zenéjével. Super Mario World 2, meg Super Mario Bros. 3-as grafikával egybe vannak gyúrva, hát ez tökéletes. Komolyan mondom, ez zseniális. A vigyorló félk a háttérben, gyönyörű. Az. Ó, van már tűz Rudolf virágom. Ó, itt vannak a Shy Guy-ok. Hát igen, ez... Aha, jó van ám! Nem lehet így elpusztítani. Nem lehet így elpusztítani. Na, ez egyedi, hogy így összemossa a dolgokat a Mario-ból. Aha. Hát ez kicsit túlzás, de... Élet. Egyébként nagyon rossz az irányítás abban a szempontból, hogy Mario nagyon gyors. Hát nem nincsen benne futásgomb, például. Megint beragadtam oda, na. Ó, csíp. Aha, tehát a víz az csak így ilyen látszatelem, tehát Mario ugyanúgy megy benne, tehát nem úszik. A farönkök, ezek is a Mario World-ben vannak. Na jó, nem. És én is, meg vakugrás. Igen, ez vakugrás. Hát rohadjál meg játékkal, rohadj meg. És kilépett. Ja, mert elfogyott az összes életem, és kilépett. Oké. Mekkora geci? Hát jó, akkor ez a játék megy a kukába. Ez egy nagyon nagy szor. Egy olyan, mint a plagizálni az összesből egyszerre. Akkor nézzük Dragon Rider választását. Super Mario Pandemonium 2. Jézusom, na 11-es mindig kihagyjuk, hát akkor most nem hagyjuk. Night Chaser készítette ezt a játékot. Na, hú, nagyon bedesznek tűnik egyelőre. Bedesz! Ez rossz fenék akkor? Ez is ilyen, ez is ilyen picike játék, tehát az egér mérethez képest. Jézusom. De rossz fenék akkor műteni kell, mert rossz. Kaland, betöltés vagy kilépés, hát akkor kaland. Első pálya Yoshi's Island. Aha. Furcsán néz ki ez egész. Érdekes. Ó, de hangos. Mindegyik, ez is a Mario World 1-es pályával indít. De hatalmas kérdőjelekkel. Ez gyönyörű. Ez mekkora már tényleg, hogy mekkora bici. Ó, jó. Kontrollal pedig kalapácson van. Na, a kalap így jó. Az igen. Mamma mia! A víz az mérgező. És hogy felugrik izé magas a vízből, igen. Mert hogy nem az animáció, amit logikus lenne, hanem egy ilyen lassító felvétel. Aha, a Z betűvel spin jumpolni lehet. Az hogy néz ki, mint papírember így forog? Az. Jézusom, de vagy.
de nem tudok itt tovább jutni. És ha meghalok, akkor is adja a kalapács hangot. Ez remek. Nem tudom, nem lehet itt tovább menni. De jól választottam. A teknős meg rugó lesz. Hát meghalt már jó. Mamma mia! Nagyon szép game over. Ki se írja, hogy ja, de jó, van azt, aminél pokolba kerültél, nézd meg. Hát jaj, jaj. Volna. Csak kicsit a fázis késéssel. Próbáljuk meg még egyszer. Nem lehet ilyen szar egy játék. Nem lehet. Ha nyomom én azt részt, azért. És halálhangot ad ki a pálya kezdésre. What? Jól indulunk. Jó van. És én még azt hiszem, hogy a fengémek készítői a szívüket, lelküket beleadják, bazd meg. Majdnem átjutottam. Majdnem átjutottam. Ez amúgy nagyon jó vicc volt, ez a 7 vicce volt. Tovább jutottam, de bele... Vasárnap mindig is sziporkázik, Dávid. Én bejutottam, tehát az olyan szar, hogy... tovább jutottam azt, hogy az ugrás után belassul. Azért nem lehet tovább menni. Hát... szar a játék. Igen, ezt hagyjuk a francba, ez nem ér meg, nem, hagyjanak végre. Na és akkor most átveszem az irányítást. Lejön a Lucky to Shooter nevű játék, amire azt írja az ABG, hogy várjon ez a fáj, nagyon gyanús. Tud valamit már előre. Oké, ez megint indul, igen. Hát ez egy ilyen teljes képernyős játék, de ilyen picike. És ahogy nézem, Game Maker-ös. Jaj, de jó. Lucky Two-val kell Mario-ékat elpusztítani, a szóköz gombbal rakétát lehet lelőni, de hogyha a földet lövöd meg, akkor a játéknak vége. Nem. Ó, de hangos, te jó Isten. Nem, ez is Games Factory-s játék. Aha. Hát ez nem jött össze. Aha, a Toad Mario sérülés hangot ad ki. Az szép. Meg semmi értelme. Melyik játéknak volt eddig értelme ezek közül? De ez egy nagy kula, hát ez semmi, hát ez... Ez egy ilyen szar flash game egyébként. Tehát ott voltak ilyenek, hogy kapjál el XY tojást, meg mindent. Tojást, igen. Ez egy nagy gombos játék. Körülbelül egyébként olyan, mint amikor ilyen nagyon maradékok vannak már a hűtődben, és valami kaját össze kell dobni, és fos lesz egyébként. És akkor ez lesz a végeredmény. Igen, és ilyen moslék gyakorlatilag. Egyszerre többet is bele lehetne lőni, aha. Majdnem. Ez ilyen szar már. Egyszer meglövöd a földet egy gémóval. Na jó van, hát... Ezt is kár volt elővenni. Lucky to Shooter, menj a picsába. Következő játék. Super Mario Double Trouble Demo. Érdekes módon a legtöbb ilyen játék demo. Nem csinálnak belőled semmit. Nem mernek. Na, és ez ilyen... Ilyen egyből a közepébe megyünk, és már egyből játék. Lássuk. És hangos, mint a retek. Ez is Super Mario World-ös grafika. Indokolatlan fákkal. Az a csík az ott a HP-t jelzi? Igen. Nagyon igényes. Igen, nagyon jó. Ó, nagyon irányíthatatlan ez a Mario is.
sokkal jobban gyorsul, mint ahogy kellene. Százom már, ott van 2 másodperc alatt. Ó, tovább ugrottam. Hát ilyen nincs. Ad nyavajás 3 életet. Hogyan robbannak már azok is szét ott. Game over és Bowser röhög. Milyen zene ez. Semmilyen gombot nem tudok nyomni. Hát akkor újraindítás. Egyébként Games Factory-s játékokat úgy lehet teljesen újraindítani, hogy F2-t megnyomod. Általában beválik, mert a legtöbb ilyen játékos nem módosítja a menüket. Ez igen. De egyébként nem tudok különbséget tenni lassan a játékok között. Tehát megint olyan, mint az első. Igen. Csak a grafikája hasonlít. Vagyis a grafikája nem hasonlít annyira, tehát így... Érdekes. Ráálltam a kérdőjelre. Jó. Ó, tovább jutottam a második platformra, a harmadikra. A Begin ilyen szép ez a levágás. Tehát nincsen széle a dolgoknak. Az jó. He? Na ne! Da! Az mi? Ne már! Ez mi volt? Ez mi a fasz volt? Szerintem az, hogy nem számított arra az emberke, hogy alulról akarom kiütni a gombát. Hát de minden Mario-ban így működik egyébként, nem tudom azt, hogy nem vette számításba. Azért nem értem, hogy mondta, hogy szívük lelkünk benne, akkor ezt tudhattam. Lehet, hogy kezdő volt a készítő. Megint hát de akkor haltam. Is. Nem, de fan játékot csinálok, akkor legalább ezekkel tisztel vagyok, hogy mi a szitu. Mindegy, hát ez az én meglátásom. Az ő fasságaik. Már bocsánat, itt ilyen orderáré volt. Bocsánat, elnézést. Bocsássára meg, ilyen orderáré állat vagyok. Pillanatra. Most jó lesz. Most leesek róla a platformról, hát nem hiszem el. Nem baj, még van 1 élet. Lol. Aztán megyünk a következőre. Mocskos állat. Mocskos állat ez. Fél vakugrás volt ez is. Ki, nem, utálom ezeket a vakugrásokat. Hagyjuk a francba ezt. Blind Jump, a legjobb a világon, igen. Jön egy olyan játékének, az csak simán az a neve, hogy Mario, és egyből No Man's Omen, hull ugyanez, úgy kezdődik, hogy egyből a játék közepében se egy menü, se egy... teszem azt egy sztori, már mindjárt tudjuk a sztorit, azt, amilyen hangos vagy te is. Igen, felejtem lehalkítani. Ó, van rugó. Rögtön a legelején. És Mario 1-es zene és Mario World-ös grafika. Meg Mario meg Bros 1-es grafika, meg 3-os. Van ebben minden, ja. Mint a búcsúban. Az biztos. Igen, ezek a jó MIDI fájlokkal megspékelve. Ezt komolyan mondom, ezeket el lehetne már lassan adni a Mario Makernek. Abban is van minden, mint a búcsúba. Igen, csak egy minőségi munkát lehet benne csinálni. Igaz. Hát ebben a programban is lehet csinálni minőségi munkát, ha értesz hozzá. Lásd Mario Forever. Jogos. Ó, mekkorát ugrottam meg gombáról.
Hát csöveket meg sem merem nézni inkább. Hogy a pálya vége? Nem. Csak szeretném. De megint egy rugó, nem áll? Nincs egy gomba, valami. Hát ezek hogyan fordult meg? Nem szabadnott megfordulnia. Ennyi. Még ilyet. Persze, elfelejtettem, hogy ez fun játék, itt tizi nem az van, amit a Nintendo mond. Nem, hát. Ennyibe. Nagyibe kakálnak a Nintendo-ra szerintem. Mit csinál már, hogy beragadtam, átmentem a zéken, téglákon. Keresettek volna valami egyedi zenét, nem a sablon alap Super Mario zenét alá tenni, hanem bátran keresni a mod adatbázisban valami odavaló badass zenét, de hát miért is kell megerőltetni magát az embernek? Hát mint ugye a Mario Forever esetében, hogy igen. Amíg a zenéket tehet be a... Igen, ott azért jó, ott van egy, van ott egy jó pár zene, amit megszerettem. Szép. Megint egy rugó! Megint egy rugó! Ne! Ennyi rugót a játékba, komolyan mondom, és itt a pálya. Vége, és kilépett a játék, valószínűleg ez az egy pálya volt benne. Gyönyörű. Az jó. Ez ilyen Veldán. Az. Keci fej. Na nézzük, következő. Yoshi Deluxe. És ez egyből úgy indít, hogy ingame-ben vagyunk. Vagy most folyamatosan már kettőt sérültem. Mi a túró az? Nem tudom. Ez mi? Milyen kis szörnyeskék, és van... Ez olyan, mintha Yoshi ilyen el a nagymutternek a padlására felszökött volna, és itt ilyen lények is izé itt fárasztanak. Mi volt az első, ott izé, vonaglott össze-vissza, áj. De van egy pár még belőle, ezt nézem. Ó, ez a Yoshi cookies-ban voltak azok a sütemények. Yoshi cookie? Hát a... Bazd meg! De ez mi? Megint ez micsoda tehez? Hát megköltetni a Yoshit, már megint éhes. Nem képes önállóan enni. Beles szar. De egyébként mondjuk talán még ez a legkevésbé rossz eddig. Ez a játék egyelőre azt mondja, hogy van kreativitás. Ezt élvezem. A kreativitás nyilván van benne egyébként. Ez hülye néz ki szörny, de... A kreatív része az azért jó. Milyen szörnyek ezek mondjuk egyébként akkor is? Mi nagyon? Ki az egy Ferrero Rocher, vagy mi volt az? Ott persze rájuk is lehet taposni. Hogy visszakaptam két életet, ami igazából tojás. De 26 tojáson van, amit nem tudom, hogyan felhasználjak. Egy readme, vagy valami igazán jöhetett volna. Tudom, hogy mire lehetne felhasználni a tojásokat, csak kell hozzá ékolaj. Ja. Szalonna. Tojás ékolaj. És akkor kész van a tökéletes kőműves reggeli. Kőműves aktívnak kéne hozzá. Smaragd. Na jó van ám, most azért ez jó, hogy a Sonic játék technikát is belerakjuk. A Sonic féle hülyeségeket, a tévé meg ilyenek. Sonic TV. Ó, hát leesek. De jó, ez még... Na, ez tisztára ilyen mashup cucc. Ezt nem lehettem utálni. Ellentétben a Mario-ékkal. Ami aztán... Hát nem tudom. Szóval, ja igen, na, de jó, jós, mert hogy mondom, mi az ilyen szeretetőbb darab, igen. Annak tűnik, ilyen korrektebb. Minden sajt, ugyanúgy megy.
Unatkozni, kipróbálni, nem vagyok rumános perceimet szerintem. Ha megint itt vannak ezek a viaszörnyek, jaj ne! Lehet, hogy ez az eddigi legjobb, amit látunk. Lehet képzelhető, hogy nem is lesz jobb már. Ez szar izé van. Hát vagy igazat mondtál, Zsöl. Már nem lehet felmenni. Jajjaj. Ne lökjél-e, könyörgöm, na. De meghalok. Meghalok, hogyha hozzám érsz, ja. Ott élet van minden. És hát igen, kettő életet visszakadom. És itt a pálya vége. Első pálya kész. Ez szonikos már zene ez is, nem? És akkor legalább van következő? De ez úgyhogy tényleg az igazi fanmade cucc, amiben azért van kreativitás, meg azért ötlet legalább. Na nézzük. Megnyomtam az Entert, most tölt valamit gondolom. Reméljük, hogy nem fog kifagyni, mert a pálinkát. Minusz pont lesz. Ja nem, az Enter a szünet. Ó, bazd meg. Jézus. Mondjuk azért egy hát, minusz pont. Nyomom az összes létező gombot és semmi. Nézzük a következő. Super Mario Bros. The Quest East. Ifttel lehet ugrani, kontrollal, tűzlabda. Nyílgombokkal futás, nyílgombok plusz kontroll futás, pésszel futás. A Directional Fireball Boss, ja, hülyeséget mondtam, tehát hogy arra feled lövi a tüzet, space-szelet ugrani. Első világ, első pálya, de minimalisztikus. Hangos ez is. Na várjál, de egyébként szerintem most nem tudom, hogy meddig tart a kis videód. Én gyorsan megpróbálom megkeresni azt a lemezt, amin van egy ilyen Super Mario-s fan-made játék. Ezt megpróbálom neked átdobni. Jó van, még tart, még van 3-4 játék, úgyhogy... Hát akkor sietnem kell már. Tök most ott eszembe, és így tökre elfelejtettem. Én mondtam, hogy majd átküldöm neked. Első pálya készen van, semmi befejezés, csak kimész a pályád a jobb oldalra. Ohó, itt meg a Google platformozni kell, nagyon jó. Megint vakugrás, hát nagyon jó. Vakugrás vagy bakugrás? Vakugrás. Nem mindegy. Vankugrás. Ó, élet. Nem mindegy, hogy hitelkártya vagy Hitlerkártya, ugye? Na hát... Hát, hogy... Hát az úgy, ja. Volt egy középsülőben egy ilyen félreértés egyszer, úgyhogy ez kicsit elégül. Hát igen, azért ez a... oda kell erre figyelni. De mi az, hogy nem tudok reugrani a gombára, hogy megöljem, hanem tűzvirággal kell elpusztítani. Ez olyan, mint a Super Mario Epicben, meg tényleg jó játék. Ezért én azt mondom, hogy aki igényes fanmade játékot akar játszani, az a Super Mario Epic 1-jel meg a 2-vel játszom. Akkor legalább van értelme. Lol. Igaz, hogy az első az csak 6 pályás, de akkor is. A 2 az már 19. Meg már jó, én jobbra akarom lőni, úgy. Na, találtam ezt a régi-régi lemezemet végre. Tök jó, mert az van ráírva, hogy
gyerekjátékok gyerekeknek. Jó, hogy nem forró játékok meg. Gyerekeknek, hogy nem tudom. Vagy nem tudom, hogy akkor ma milyen kombó lett, de még kinek szólnak. Gyerekjátékok felnőtteknek. Ez de gyerekjáték a... Azt úgy hívják, hogy cosplay meg fursuit, milyenek az a gyerekjáték felnőtteknek. Én miért értettem bele egy teljesen más aberrátságot, hogy cosplay? Bazd meg! Azt hiszem... Na jó, Super Mario Bros. Quest 10-ben ennek örömére váltunk játékot. Hammer Warrior Demo a következő. Cosplay. Ez már megint egy teljes képernyős játék, de olyan picike. De az milyen lenne, hogy felzéled, hogy játszol a porcicákkal? Akkor játszol a dagonyában, igen. Tehát, hogy ez nem érted, miért? Nézd meg! Hümm. Na, hümm. Van egy olyan sanda gyanom, hogy ez... utalás akar szerintem ez lenni az Zeldára, mert... A Wind Waker kezdődik így, ilyen módon. Na akkor eznek a... Megszerezte a gonosz a varázspálcát, hát nem tudjuk kicsoda. Matriarchát elrabolta a királyságból. Ki az egyetlen egy köcsög a Mario világban, aki ilyen izével mászkál botta? Igen, meg ilyen tüskés karperecce. Ja, nem, én azért gondoltam Kamekre. A Hero Dresden Red and Blue Appeared. Igen, ez pontosan referencia a Wind Waker-re. De jó ég. Szépen töményítem, ezt mindjárt landol nálad, Dávid, ahizem. Remek. És akkor ezt egy ilyen plusznak meg lehet nézni. Szerintem egyébként a legjobbak között lesz. Hát reméljük. Azt mondja, azt hogy... Azt meglátod. Még nem... Ez az... A sztori jelenetek még nincsenek készen, úgyhogy csak az első pálya. Hát, több mint a semmi. Aj, de hangos vagy te is. De milyen pici már, ez nagyítóval kell nézni. Igen. Te jó ég, tényleg! Tehát az összes játék, amire azt mondtam, hogy milyen nagy a kurzor a játékhoz képest, az mind ilyen pici. Ez olyan, mint a izé... A Retro Mini-nek a kis képernyője, aminek nem az a kézi konzol, na annak volt ilyen kicsi, ugye a Kamu Game Boy-nak. Az eredetinek is ilyen pici volt. Kb. Szén monitoronnak kb. Az egy harmada. Ez megint vakugrás, nem á? Jó, mondjuk itt nem volt probléma. Azért... Meg is fingon egy malmot, vagy nem tudom. De forgó lapátokkal legalább? Igen. Még jobban fájom. Természetesen. Azt hittem már simán mondom, mert az úgy, na azt ne haragudj. És itt is élet van, tehát nem power-upok szerint megy a dolog, hanem... Szíveckék vannak. Viszont ezt úgymond idézőjelesen kézzel rajzolt cucc szerintem. És hát nem stock cuccokkal van csinálva, hanem ez tényleg egy... igényesen megrajzolt dolog lehet. Az ilyen. Na, ennyi volt a játék, ez volt az egyetlen egy pálya benne. Azaz! Ez is kell, van, mehetünk tovább! A teljes játék 2003-ban jelenik meg. Megjelent egyáltalán? Nem tudok róla, biztos. Hú, de meglepő! Hát figyelj, meg is jelent, nem nagyon hallottunk róla, és szerintem ennek oka van. Következő, Donkey Kong Revenge. Egyébként a fáj név az... A fáj név az Revange. Revange. Aha, jó. Ez is egy ilyen Mario...
vagyis na, Game Maker-ről szucs, start a kontrollal, ugrás a kontrollal. Igen, balra jobbra, bomba dobás a space, bugok lehetnek benne. Fantasztikus, na nézzük. Uda hangos. Hát ez Donkey Kong. Nagyon alacsony minőségű hangeffektekkel. Ez nagyon szar minőségű hang. Hangok azok valahogy sose találnak, de... Viszont... Mi van? Én miért mászok ott? Jó. Aha, a teknősből kézigránát lett, azt hittem. Szép lenne. Belementem a platformba, nem áll? Ez iszonyat szar. Ez csak próbál jó lenni, de nem az. Cool szar game. Cool szar. Ez valami gyenge ilyen Donkey Kongos után. Volt egy az a játék, ahol ugye először jelent meg a Donkey Kong gonoszként. Annak ilyen gyenge utazatában. Nagyon gyenge viszont. Ugye ott is dobált a hordókat. Ja. Ez... Hát a rohadjon el. Már bocsánat. Rohadjon meg a rohadt annyi. Jó, én ezzel nem foglalkozok, ez nagyon szar. Ez irányíthatatlan szar. Kaki! Következik Mario Rescue 2 The Real Adventure. Ah! Megint hang, orkán. Az igen, azt hallottam. Ó, az érdekesen hangzik. Első világ. Azért picikét nagyobb már a kép, de még mindig hatalmas a kurzor. Itt is rugó, hát nem hiszem el. Rugó, rugó. Így van. Sokkal gyorsabb a gumba, mint a izé, kúpa. Mit csinál az a kúpa ott? Az igen! Illuminati confirm. De nyomtatott. Játék vége. Ki írja a pontot, hogy írjam be a nevemet. Jó, 9 pontot szereztem. Fantasztikus. Istenem, ez már fáj. Nem tudok nyomni semmit. F2. Ah, jó. Ez is meghalt. Akkor F2, hát. Amúgy számolni kell, hogy hány fogyott be eddig a játékokból. Szerintem úgy kb. Majdnem az összes. A tothozodra tudok menni. Aha. Én tudok venni cuccokat. Dagi Mario, egy élet. Kalapácson két élet, extra élet, 3 kalapács. Yoshi, mindig én. Meghallok a bónusz pályán, úgyhogy azért Yoshival hozzáérek a Piranha Planthez. Ó, hát ez most van. Hol a bónusz pályán? Az igen, Mario-t kilőtték. Biztos nagyon boldog. Fantasztikus, és 4 pontot értem el. Egyre szebb. Még egy próbát, aztán ez... A mi ez a majom itt? Ja, ez csak ilyen dísz. A szex majomi!
Ja. Aha. Az úgy bájos. Nincsen friendly fire a játékban, nekik úgy tűnik. Megint meghaltam, ez a szar. Hát... semmi értelme. Nézzük a MM3. Mario, Mega Man 3? Mario's Mansion 3. És hangos lesz. Valahol a dimenziós térben. Ó, itt egy szellem, Shy Guy. I hope we can get out of here soon. Ó, és akkor ez a fan guy. Jaj. That's another of your business! Anyway! I saw that a cute shy ghost! Na jó van, ebből sok lesz. Tehát még így villódzik. Ne haragudjon a világ. A ne haragudjon meg a világ! És kontroll a kalapás, shift az ugrás, minden ismerős már. Aha. Oh, csesz meg, bazd meg, nem fog, rohagy meg. Ez hogy agyonveri? Azt a mindenit. De ez is ilyen geszire kicsi. Amúgy. Ez is nagyító kell, igen. De ez miért jó, hogy basznak normális felbontást csinálni neki, ezt nem értem. Én itt ilyből az exit game-re nyomnék, már rögtön meglátnám ezt. Aha, szóval, hogyha összenyomom a gombát, és ráállok, amikor... Aha, és így kilő engem a francba. Nem tudom felvenni a szívet, jaj, de jó. Aha, szóval a gombát lehet rugóként használni, kivéve, hogyha meghalok. Oké, egyébként Paper Mario-val játszunk. Most nézem. Megy a halálanimáció, de az ugrás hangot még látni a hallom. Még nyomhatod az ugrást halál után is. Fantasztikus. Átugrani, mert ott maradsz, úgy. Most jó. Nagyon vellett, ez szar. Na, annak próbálja meg visszajönni. Viszont ez egyedi, ez a játékmechanika, úgy gondolom. Hát, igen, de ez nem biztos, hogy jót jelent, azt tegyük hozzá. Igen.
Egyet is, hogy nem egyenlő a jó. Mondjuk ugye. Tetszik, hogy a gumbát kell használni rugónak. Természetes rugó. Kevesebb szemetet. Kevesebb szemetet termel a gumba királyság. Karbon semleges. Az. Karbontartás. Na jó van. Hagyjuk ezt. Megnézzük ezt a játékot, aztán a végére hagyjuk a leghülyébbet. Már melyiket nézed most meg? Amit küldtél. Igen, azt figyelj, na akkor elmondom arról, hogy egyrészt ez telepítős. Hm? Másrészt pedig szerintem majd vedd le a fejhallgatódat, mert elsőre nagyon-nagyon hangos lesz, de tényleg nagyon-nagyon hangos. És hát azt tudik el a játékról, remélem nincsen benyomva neked a beragadó billentyűk parancs. Nincsen, azt direkt kikapcsolom. Mert a shift-tel ugrasz, a kontrollal tudsz lőni. De amennyiben az első két pályán leesel a mélybe, akkor a játék kilép. Ha a harmadik pályát adjon ezt, akkor visszadom a kezdethez. Hmm. Ilyen érdekesen csinálták meg. De gyönyörű. Az igen, jó hangos. Ja. Igen, és ez a zene a Sonic OVA-ból van egyébként. Hoppa, ne azért jelenítsed meg a hangerőt. Hülye. Azt, hogy az már megjeleníti a hangerő szabályzat, bazd meg, ez hülye. Jaj, ezt ismerem! Igen, kilép. Igen, ez ismerős nekem. Ezt tudom, mert emlékszem, mert a grafika az glitchelt nekem az első két pályán. Tehát, hogy ugye ezek a dobozok, és hát a platformok, azok rosszul voltak megjelenítve, és hát kiglitchelt a játék. Tehát, hogy rosszul jelenítette meg. Tehát arrébb jelenítette meg, mint kéne, és ugye mellé, tehát úgy kell ugrani, mintha izébe lennél. Tehát ha semmiben ugrálnál. És ha sikerült végigcsinálni ezt a játékot? Tudod, hogy ki van a végén? Szerintem egyszer megcsináltam, de valamikor rohadt régen. Bár nem tudom már. Na, Bowserrel többször csatázol majd. De nem ő van a végén a játéknak, hanem Sonic. Fantasztikus. Micsoda főbossz? A kisebb esemény, hogyha futkározik. Első pálya. Ezt le kell verni. Második pálya. Kontrollal tudsz lőni. Ja. Ez a szokásos, amerre nézel arra fele. Hát ezt nagyon szépen elcsesztem. Ez és nagyon... Nagyon, hogy mondjam, tehát, hogy megint össze nem illő elemek, szóval a Super Mario World-ös zene, Super Mario World 2-es grafika, az ellenfelek azok meg szerintem Donkey Kong Country-ból vannak. Nem, hát ezek azok a piros madarak, tudod, akik megpróbálják elrabolni Kameknak a Baby Mario-t Super Mario World 2-ben. Tényleg. Na most meg mi történt? Ja, hogy azért véletlenül két rosszat indítottam el. Jó. Gratulálunk. Nagyszerű, mi? Igen. És hogy nézem, ugye 100 élete van Mario-nak itt, tehát ergo 20-szor találhatják el, hogyha nem esel véletlenül le a mélybe. Az a volt működése leáll, az mi volt? Nem tudom. Lehet, hogy azzal együtt akart elindulni. Nem tudom. Magával húzta az éppen nem futó, nem működő rivoltot is. Nem tudom az, hogy han volt. Húzta magával a rivoltot. A mindegy, hogy nem működik. Ekkora egy ilyen random dolgokat kilőzésre kérde a számológép működése meg, hát nem is használtad a számológépet. Nincs is föltéve az Oblivion, de azt is lehúzta magával.
Hát, mert ez nagyon jó. Az a baj ebben a játékban is már jó irányíthatatlanul szar. Aj, nagyon nehéz benne irányítani egyébként. Hú, annyit szenvedtem vele gyerekként. A gyerekként az első két pályát nem tudtam megcsinálni. A második pálya vége miatt. Mert ott egy-egy ilyen kis ládára, blokkra, boxra kell ráugrani. Igen, én is ugyanott szenvedek. És ez gyerekként abszolút nem ment. Hát kisebb koromban a Mario Forever 8-3 volt nehéz. Aztán könnyebb lett utána. Nézzük. Igen, na ez az a rész. Még egyszer megpróbálom. Vagy kétszer. Vagy háromszor. Négyszer, ötször, hatszor, 70-ször. Nagyon profi programozás következménye. Hát ez nem igaz, hogy ugyanúgy. Még egy. Na jó van, ez nem fog menni most. Na és akkor a végére tartogattam a legdurvábbat, amit már egyszer láthattatok. Az igen. Valaki megszökött a tüdőszanatóriumból. Nem! 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 Jó, hogy az ablak felvétel, persze azért nem látszódik semmi. Jézusom. Nekem van egy jó ötletem egyébként, hogy milyenkor mit kell csinálni. Hogy... Melyikre gondolsz? Be kell rúgni? Nem, erre. Hoppá, ez egy gombaj kinyifan. Na, ez a Super Mario Remastered, ami semmire nem jó. Semmit nem lehet benne csinálni. Mert ez csak egy Unreal Engine-es játék, de... Ó, bambazd meg, elrejtőzött Mario. De nem lehet, ja, de mászkálni lehet benne. De mászkálni lehet benne, de ennyi. Tehát semmi olyat nem lehet csinálni, ami értelmes. Az igen, azért, itt van, hogy ez így jól beleolvad. Itt van Sonic, azt írja, hogy ha Sonickal szeretné játszani, küldjél nekem $15 adományt, hogy ezeket a fantasztikus fennjátékokat elkészíthessem, és az támogatásra van szükségem. Ne gondolj, a legalitásról ne is gondolkozz. Legalit, hogy néz ki ez a Sonic, te jó ég? Tehát... Ezzel biztos játszani akkor mindenki egyébként, hogy... Nincsen szeme neki. Hopp, egy kupa, vagy gomba. De most... Hogy vár donate-et akkor, hogyha ilyen silány munkát végzett már előbb, már az előtt is? Tehát, hogy legalább akkor mi értelmesebb lenne az a játékban, amit összerakott eddig, mert csak lehet, tehát egy nyíres játékok is sokkal jobb, vannak sokkal jobbak ennél. És azt, tehát hogy ne szórakozzon már, hogy kéri a pénzt már most, ezt belemész a sziklába, ilyen bagokon. Itt van Toad, itt van Toad, azt mondja, hogy valógyi megdugta a feleségem. Igen, még egy dolgot lehet csinálni, hogyha nyomod a shift gombot, ha is futsz, akkor kiadja ezt a hangot. Jézusom. De mondom, hogy azért én ennek a csávonnak nem szívesen tudom létálni, mert aztán nem is olyan jó munkát hajtanak végre. Az igen, milyen ez? Mi a fasz? Tele van a játék egyébként tódokkal, akik mondanak valamit. Azt mondja ez a tód, hogy... azt szeretném, hogy Peach összetörjön engem. Hagyjuk. Between her ties, a combjai között? Igen. Jó van. Hát ezt értjük, igen. De szerintem egyébként ennek a csávónak küzét kéne csinálni akkor, ha már ennyire rá van erre, akkor csinálja Mario pornót, az biztos támogatnak már pervers állat. Ezt nem hiszem, hogy fogja már is. Egyébként a környezet az tök jó, de kopár, sík, semmit mondó. Hát szépnek szép, csak ilyen fantáziátlan, erre szokták azt mondani, ahol. Igen, ez ilyen semmi. Még azt mondanám, hogy Super Mario Odyssey-nek még elmehetne, de nem. Hát de legalább... Mondja, ezt inkább nem olvasom fel. Jézusom. Aha. De jól baj, értjük. Vonom bent tudod, jó van.
De ez eljött, hogy a baromságot belerak, rakhatott volna benne, hogy feladatot, hogy valami csinálni kell, valami értelmeset, nem ilyen hülyeségeket írunk össze-vissza. Itt van egy gumba, akit megpróbálok agyon taposni. Az a baj, ezek nem, hogy nem viccesek, tehát, hogy... Azaz. Maximum 2 másodpercig. Hát ők azt gondolják, hogy az. Hát, hogy ő egyedül, mert szerintem az egy embernek a műve, nem? Mert ez egy ember. Van egy alagút. Lehet olyan oda menni? Nem, mert be van, nem, mert be van omolva. Hát akkor mákod van. Van itt egy út is. Nem, nem lennék meglepve egyébként, hogy ez valami játékból lett volna kiexportálva. Itt van még egy tag. Az most csak én sem. I'm totally awesome! Éh. Nagyon szarszó vicced van, Toad. Nem lehet Marióval ütni. Nem lehet ütni se lőni, hát. Nem lehet Marióval ütni, akkor azt ott mondja, ütni hogy... egész nap szegényt. Én nem egy átlagosan kinéző Toad vagyok. Én különleges vagyok. Négy buzi vagy. lehet, hogy amúgy van neki pinálja, meg fosza is. Na, megmondtam az igazságot. Akkor... De, hogy ilyen Manus Gágyi. Hát ilyen Conchita Wurst, igen. Csak szakára kéne még hozzá. Ott is van egy Toad. A Gumimatsu albumot keresd november 13-án. Itt van még egy gumba. Ne, azt a szart ne! Milyen album? Gumimatsu. Jaj, ne! Mi a fasz ez egy... Ez is valami promo. Jaj, itt van Yoshi! Itt van Yoshi! Ez lehet, hogy promo akart lenni, vagy egy szponzor, vagy nem tudom, Gumimatsu. Nem tudom. Itt van Yoshi! Az, gyönyörűen néz ki. Aha, Yoshi, aha. A, és Mario Debel? Vagy mi a fasz? Debil. Istenem, ez kb. Olyan, mint az oroszlán kire, amikor lecserélték valódi állatokra a karaktereket, és ilyen béna lett a végeredmény. Vagy túl szép lett a végeredmény, úgymond idézőjel, vagy túl realisztikus. Na most ez a Yoshiról is elmondható. Nem tudom, mi ez az animáció, de... Vagyis hát... Yahoo! Yahoo! Nézzük, hogy vannak-e még itt emberek. Aha, itt is van Yahoo! Valami. Toad. Yahoo! Még. Természetesen ki más lenne. Toad. Reckon I'm... Aha, sajnálom, hogy viccet üztem abból, hogy lájkolod. Hatsune Miku, gyere vissza. Yahoo! Jézus. El van gumbával az az erdő. Azaz, vérben fürdünk ma este. Tonight we dine in hell. Nem, ez más. Aha, ronda vagy, gusztustalan vagy, megöllek, adjál $200. Mi a túró az? Micsoda? Mi volt az, amit a paradicsomot taposta agyon? Vagy mi a szar volt? A gumbákat taposta nagyon. Jézusom, úgy nézze ki, mint valami kihány tüdő. Fú, basszus. Ne felejts el lájkolni, megosztani és feliratkozni. Feliratkozni, az. Nem. Hát nem. Itt van még egy Toad. Ja, jó van. Inkább hagyjuk. Hát ezeket a Toadokat megnézte. Itt tényleg ennyiből áll a játék, hogy elmész néhány Toadhoz, mond néhány fasságot. De az ott mondom, egy... hogy valami értelme. Azt a kurva, most látom. Luigi! Hogy nézel ki? Azt a mindenit. Hogy nézel ki már, Luigi? Ez mi? Mit azok a hólyagok a kezén? Jézusom, ennyi, mondom, ezt nem hiszem el. És jobban fújódik fölfele. De nem tudom, amikor pénzt kér valaki arra, hogy játékot fejlesztünk, akkor köszönöm az aranyat, kedves ismeretlen. Egyre jobban nő, bazd meg.
azt nem értem, hogy valaki szokott ugye fejleszteni játékot, meg elkezdi, akkor általában azért valami ígéreteset rak le az asztalra, nem egy ilyen fosást, mint ez. Azért nem értem, milyen jogon kéri a pénzt. Úgymond. Super Mario, yahoo! Luigi szerintem kebelezi be a világot. Itt jön a... itt jön az emberem. Ha ha ha. Moniknak kemény idei voltak a 3D-vel. Hozzátok vissza a Pac-Man World-öt. Ezek a textúrák szarok. Szeretném visszakérni a pénzem. Mondjuk ezt elmondható erről a játékról is kávé. Talán textúrák nem is, de minden más az. Bro, van... imádom a kokaint. Aha. Ez vicces, az mert látszik. Drog. Látszik. Jó van, bazd meg. Látszik amúgy, hogy igen, szereti az, ezt az anyagot, fejlesztünk. Például. Maga levegőben van a fa, gratulálok. Luigi bekebelezte a világot közben. Jézusom. Van fönt valami. Nem egy tód lesz megint. Egyet a föl lehet oda jutni. Itt egy tód. Jaj, de jó. Azért jöttem fel. Tód. Tódica. Na, tehát... Randy hívott egy sajt elutasította. Az jó van. Persze. Nem kell itt ekkorát kamúzni, az mi? Annyit kamúzik, hogy politikus, nem is ember. Utálok már jól. Hülye vagy. You stupid! Yes. Bro, weed, lol. Jó van. Itt is van egy tód. Mit mondasz? Vigyázz, Luigi jön, érted? Hát nem mondod, bazd meg! Az egész világ már Luigi segge. De tényleg úgy fújódik fölfele. Egy hőlék ballan. Megint visszatértünk ide. Úgyhogy ez az egész játék, tehát erről nem lehet mást elmondani. Játéknak lehet, nem is tudom, annak lehet tevezni. Hát, tegyem úgy inkább. Igen. Szépnek... Továbbra is szar kategóriába tartozik. Szépnek szép, de semmit nem ér. De, és mondom, ezt nem értem, hogy ő kérje a pénzt, hogy ha akarsz játszani Sonic-kal, meg segítsé fejleszteni, de mi, bazd meg, hát... Mondom, vannak olyan... Early Access játékok, hogy 10-szer jobbak már Early Access-ben, mint ez. Tehát azért nem tudtam, hogy hogy is vagyunk. Hát jó. És hogy ez egy gagyi, nagyon. Hát eléggé az. Ja, hát ennyi akkor. Hát is Alt F4-jel lehet csak kilépni máshogynan. De szar! Még erre se futotta. Nézd meg, még erre se futotta, látod? Igen, még egyetlen egy játék van itt a listán, azt elfelejtettem említeni, az Uninstall. Az a legjobb, 69.10 IGN. Igen. Igen, egyértelműen az a legjobb. Lássuk az Uninstallt. Hát ebből már csak ennyit lehet látni, kitöröltem egy játékot. Púcs demo, ez bírja volt, jó van. Hát ezt kell csinálni egyik legtöbben, amit van láttunk, kettő volt, ami ígéretesnek tűnt, az cső. Igazából nekem, hogy az Josh is az mondjuk olyan volt, hogy ezt kipróbálnám én is.
például. A többi az annyira nem tűnt szalonképesnek számomra. Ja, vagy én is így vagyok vele, hogy jó, hát kipróbálom ezeket, de hát hogyha ez csak ilyen szarakkó, akkor felejtős. Hát, hagyjanak vele békén, igen. Mondjuk, hogy pontozni kéne, ez a Yoshi is mondjuk 6 per 10, a többi meg úgy fele annyi kb. Valamelyik mondjuk 4 vagy 5 pontot elérne, de kb. Így ezt mondaná. Ja, meg 2 per 10. Ja. Meg valami van 2 per 10-es is. Na, de ugye a törlő program az 10 per 10. Ah, hát az vicces. Az Unistel az 69 per 10. Igaz. Na jó, hát akkor ez volt a Nagyhalálnak a 115. része. És majd a következő részben majd valami lesz. Ezt is majd szavazásra fogom bocsátani első körökben. Úgyhogy addig is. Hát a héten lesz tartalom. Én meg vasárnap. Akkor auf Wiedersehen. Viszlát kívánok. Das Wiedersehen.